Egy kis teherautó és személygépkocsi ütközött össze Kecskemét északi részén ma délelőtt. Lajos Mize felé haladt a magyar személygépkocsi, amikor a mögötte lévő külföldi kis teherautó belehajtott. Ettől a személygépkocsi megpördült és az út széljárokba csapódott. Információnk szerint a kis teherautó vezetőjét a mentők kórházba szállították, a személygépkocsiban ülő két személy nem sérült meg. Elsődleges információk szerint a kis teherautó vezetőjének figyelmét egy elgázolt kutya okozhatta, ami az úttesten volt. A műszaki mentést a kecskeméti tűzoltók végezték, a baleset miatt félpályás útzár volt érvényben az 5-ös főút 2x2 sávos érintett szakaszán.